A Nemzeti Tehetségprogram keretében Kunok útját járva című pályázati projekt megvalósulása a Madarász Imre Egyesített Óvoda Táncsics körút 17 óvodájában. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatás Kezelő által meghirdetett a hazai és határon túli óvodai tehetségkibontakoztató programok támogatása című NTP-OTKP-18-01-02 pályázati azonosító számon szereplő Kunok útját járva elnevezésű nyertes pályázat 2018. szeptember és 2019. május között valósult meg a Madarász Imre Egyesített Óvoda Táncsics körút 17-es óvodájában. A nyertes pályázat megvalósításához nyújtott támogatás 863 000 forint. A pályázati programban az óvoda Kreatív Kuckó, Kreatív Kuckó kézműves tehetségműhelye vett részt 10 gyermekkel, Nagy Tiborné tehetséggondozó óvodapedagógus vezetésével. A 30 órás program célja a lokális nagykunsági értékek megismertetése, a helyi népi kultúra színes világának, értékeinek gyermekek elétárásával, a néphagyomány ápolásával, átörökítésével, közös megélésével, érzelmi kötődés kialakítása helyi értékeink, népi kultúránk iránt, a kun tudat csírájának elültetése, a kun műveltség formálása a kunok történetének, kultúrájának együttes felfedezése által. A gyermekek egyedi alkotó módon jelenítették meg produktumaikban átélt élményeiket, a felfedezett helyi népi kultúra értékeit, a néphagyományokat, a történeti látványosságokat. Megismerkedtek a kunok által alkalmazott jellegzetes technikai fogásokkal, anyagokkal, azok elmélyült, változatos alkalmazásával fejlődött kreatív gondolkodásuk, feldolgozási képességük, miközben gazdagodott alkotó képzeletük, kreativitásuk. A projekt megvalósítása során a gyermekekkel megtekintettük a Kunok öröksége Népélet a nagykunságban című állandó kiállítást, készítettünk kunsági tulipános festetládát, kunsüveget posztóból, tarsolyt bőrből a szülők bevonásával. A Kántor Sándor fazekasházban a helyi népi kézművesség a fazekas művészet csodáinak megtekintését az anyaggal való ismerkedést követte. Élményszerző programokon vettünk részt helyi alkotóművészekkel együttműködve, Györfi Sándor Kossuth-díjas szobrászművésszel műhelyében, Pincésné Sós Gyöngyi csipkeverő kunhímzővel. Lazító programként kirándultunk a Debreceni Tímárház kézművesek házába, a Benetanyára, ahol megtekintettük a Pusztai Róka Nomád Hagyományőrző Egyesület bemutatóját.